Szevasztok, fiúk, lányok! Ismét szép jó estét, vagy továbbra is szép jó estét, nem tudom melyik a szebb. Én kezdek berekedni, úgyhogy valószínűleg túl sokat nem fogok beledumálni. Üdv mindenkinek, aki esetleg mégis most frissen toppant be. Mielőtt bármit neki kezdünk, be se köszönök, megnézem, működik-e a chat, mert az előbb megdöglött a chat a kezdésnél. Relix, köszön, hogy hello. Akkor sziasztok, szép jó estét, Brian vagyok. Mondtam, nem működik a chat, meg se szólalok. Majdnem egy fél órán át nem vettem észre az előbb, hogy nem ment a chat. Most résen leszek, most innen kezdtem bal oldalról, nektek jobb oldalról. Úgy fordulok át, hogy vesztünk-e valamit. Semmit nem vesztünk, srácok. Már csak egy tényező lehet. Halloween sale van Steamen, ezért a Steam úgy gondolja, hogy cseszik elindulni. A 3 perccel ezelőtt még volt Steamem, most nem tudom, hogy van-e. Indítok mindjárt egy játékot, és közösen kiderítjük. Remélem, hogy körülbelül 2 másodpercenként fog elmenni majd a fuvar közben, és így kibelépegethetek majd. Na, azt imádni fogja a játék szerintem. De hát meglátjuk. Aki esetleg a korábbi streamben nem volt itt, azt különösen üdvözlöm. Remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Van a World of Trucks-on most egy 10 fuvaros esemény. Abból azt hiszem már 3-at vagy 4-et megcsináltam, és gurulunk tovább. Mostában megszokott, hogy mivel reggeles vagyok, szegény ETS mindig ilyen éjfél környékére marad. Úgyhogy tegnap sikerült lemérnem, 2300 kilométert tudtam letolni, és 2 óra 17-kor fejeztem be. A drága Steamnek köszönhetően 18 perces hátrányban vagyunk, úgyhogy én nem tudom, elindulok, azt a pótot majd helikopterre rám dobják, vagy én nem tudom. Adok nektek, srácok, játékképet, mert úgy az igazi. Hello, pillanat. Ja, tudom. Mindjárt adok nektek. Csak valószínűleg a Dead by Daylight-ot keresgéli. Hát barátom, ez nem a Dead by Daylight, ez már az ETS. Ejjjj. Tudom, hogy villog, srácok, ne aggódjatok, nem fog villogni. Azért villog a drága, mert nincs tálca támogatása a játékban, mindjárt megszűnik, amint visszalépek. Eddig kellett kibírni, szemüveget nem írok föl senkinek, remélem mindenki becskuta a szemét. Na, tölt a játék és tartolunk. Amúgy furcsa, hogy egy update-tal nem csináltak bele normális borderless támogatást, mert oké, értitek, hogy most gyárilag nem volt benne, de hát könyörgöm, hány éves játék, meddig tartott volna? Tehát, ha nincs, akkor nincs. Srácok, elvileg a hangkép minden rendben van. Segítsatok kérlek, hogyha valami nem jó. Igyekszem állítani rajta. Ha a Steam megszakad, azon nem tudok segíteni. Akkor írjatok a Valve-nek. Na. Rádiót kikapcsoljuk, azzal kezdünk, srácok. Hát ennyi csodálatos embert összehoz egy helyre, legalább egy bele fog üvölteni, hogy bazd meg! Mármint valószínűleg angolul. Na, skacok, ugye az esemény az úgy néz ki, szerintem a főoldalamon írja, mindjárt megmutatom nektek. 2 per 10, ez hülye. Ez az esemény, amiről beszélek nektek, csak szerintem ez így nem frissült föl. Hát én tegnap levittem a 3-at, ez hülye. Ugye gyakorlatilag az egész történetnek az a lényege, hogy 10 darab fuvart le kell vinni, ez bármilyen szállítmány lehet. Az a lényeg, hogy Németország is tűnt. Ja, bozzék! Srácok, jó van! Ki lesz az első, aki megmondja, hogy miért nem számolta 2-ről 3-ra, kap egy ingyen játékot. Várok vele egy percet, valaki mondja meg, hogy miért nem számolta. Én már tudom, csak tök jó tenap ezért leutókáztam 2400 kilométert. Most így elmegyek és kihegyezek egy karót magamnak. Na, szabad a gazda? Miért nem számolta a drága látós World of Trucks, hogy én tegnap levittem egy fuvart franciából németbe?
Annyit segítek, ugyanaz a fuvar oda-vissza stimmel. Senki többet? Harmadszor? Na jó van, úgyse leszek igazságtalan. Alapba, aki játékot szeretne, az fönt megtalálja, hogy kettőre vagyunk attól, hogy a csatorna eléri az 50-es követési számot, ezzel lép egy hatalmas szintet, mert érdekeltségi státuszba kerül. Ott úgy is sorsolok játékot, úgyhogy ha valaki játékot szeretne, legyen az egy Destiny, legyen az egy Batman Arkham Asylum gotyi, vagy pedig mondjuk egy Resident Evil 4-6, az kérem, kövesse be a csatornát, egyrészt értesítést kap arról, hogy mi történik rajta, másrészt masszírozni fogja az én kis lelkemet azáltal, hogy a csatornát betámogatja. Egyébként azért nem történt ez meg, mert kétszer vittem franciából németbe, és írja is, hogy different countries, úgyhogy ezt benyaltam. Jó, srácok, akkor viszont franciába nem mehetek már. Tök jó, hogy le kéne kérnem, hogy hova jártam eddig fuvarba, basszus. Most akkor ezek szerint németből kéne kifele mennem. Nézzünk valamit, srácok. Ez német, az nekem nem jó. Cseh, az tök közel van. Szép jó estét egyébként mindenkinek. Üdvjön késő órában is. Clermont lenne a jó, csak az a baj, hogy Clermont az megint francia, ott már megint jártam. Hát ez ilyen rövid cseh, lövid szlovák fuvar lenne. Kéne valami távolabbi fuvar, az a baj, semmi nem lesz innen. Nézzünk egy Münchent. Frankfurt, Magdeburg. Jaj, nem fogja mondani. De megszivattam magamat, mit vigyek? Akkor csináljunk egy olyat, megnézzük mennyi lesz az idő, vigyük le ezt. Nem tudom szebben mondani, Banská Bystricába, mindig így szoktuk mondani. Ez egy kellemes 800 km, amiből csavarintunk egy ilyet csehen keresztül, és megpróbálom Szlovákiából visszavinni valahová ide Berlin környékére. Jobbat nem tudok, srácok, mert ugye a játék azt mondja, hogy oda-vissza különbözőnek kell lennie. És azt én elfelejtettem. Francba. Elveszett egy fuvarom. Hú, basszus. Ez fájdalmasan érint, megmondom nektek őszintén, mert 2400 kilométert mentem ez miatt. Na nem baj. Autókáztam legalább egyet tegnap. A járgány még mindig egy Scania immáron 620-as, 650-es? Lesnem kell. Tudom, mivel a lámpa. Azt hiszem 620-as motor van benne, majd meglessük. Aki esetleg korábban nem követte a streameket, nem kezdő ETS-es vagyok, csak a régi profilom elveszett, úgyhogy újra kell sajnos kezdeni az egészet. Ez egy ETS esetében úgy érzem, nem egy hatalmas katasztrófa. Na barátom, kiengedsz? Kienged. Normális. Mivel igazából egy bizonyos szint után már az ember nem tud hova fejlődni, meg nincs 800-as szint a játékban, illetve van, csak minek. Ezért lényegtelen, hogy most nekem egy 18-as profilom van, vagy egy 170-es profilom van. Ja, az egyenesen majd jó. Ott van szembe a depónk. Megyünk, fölveszik a pótot, azt spurizunk, mert fú, majdnem fél órás késésben vagyunk. Hát lehet, srácok, hogy ez a szlovák fuvar lesz csak. Az is 800 km, bízzátok rám, kanyarítunk belőle olyan szép 1400 km-t, hogy csak lestek majd. Mestere vagyok a hosszú távú vezetésnek. És ha jól látom, egy Digger 1000-es kis markolót viszünk. Ami ott vár minket. Úgy látom, elég népszerű fuvar lett, mindenki azt viszi. Szép jó estét még egyszer mindenkinek, srácok, üdv ilyen késő órában is. Mondanám, hogy utána vigyünk még egy fuvart, de sajnos én még reggel dolgozok, úgyhogy ha nem akarok meghóni, akkor
kettő környékén le kéne lőni a streamet, ha majd meglátszik, hogy sikerül. Na, pattintjuk a pótot. Mentünk egy 19-est neki. És akkor nézzük az útvonalat. Hogy akar az engem vinni? Ki akar vinni Prágának? Nem, megyünk itt lent. Csavarintunk egyet. Lemegyünk itt. Nem, lemegyünk itt. Elmegyünk Bécsnek. Menjünk be Pestre. Skacok, menjünk be Pestre. Mit szóltok hozzá? Lemegyünk az M1-esen Pestnek. Micsoda? Három... Ja, persze, mert az a hülye gyerek onnan tervezi. Rakunk akkor egy lökőspont. Mindegy, úgyis látni fogom, erre kell menni. Majd sikítunk. És innen Košicéből, tehát... Nem, az egy szebb útvonalnak tűnik. Itt van valami jó kis földes út, onnan megyünk. Jó, ő 3001-et ír, ezt vegyétek le, hogy ezt a szakaszt ő duplázni akarja. Én rakok is magamnak ide egy pontot, meg Prágának, hogy erre kéne csalinkázni. Így. Hölgyek, urak, jó szórakozást! Indul a fuvar. Méghozzá egy 15 tonnás Digger 1000-es kis markolászós gépünk. Let's go, guys! Úgy látom, hogy a chat még működik. Rettentő nyugalommal tölt el. Hát még az, hogy még egy rohadt frame-et se dobtam el, ez is nagyon nyugodt szívvel tölt el. Úgyhogy adjunk neki. Hang ilyesmivel gáz van, sikítsatok és állítok rajta. Drága szerelmem. Nem, hogy kiengedtél volna, és akkor nem horzsolom le a drága kamionodat az én pótommal, de nem baj, megoldjuk így. Köszönöm szépen a lootot. Hey. Nem szégyeled magad? Elváltotta nekem itt a lootot. Köszi, Relix, köszönöm szépen. Illetve elnézést kérek, felfedtem inkognitódat. Titkos ügynök, 6-os stúdió. Valamit kezdjél ezzel nagyon gyorsan. Persze, hogy pirosat kapunk. Gyere barátom, ha erre fordulsz, akkor nem fogsz tudni bejönni. Hát mondjuk a kicsivel be tudtál volna fordulni. Köszönöm szépen a lucat neked is. Megünnepeljük, eskü. Csapongok picikét, mert fáradt vagyok és elfelejtettem neked üzenni. Beszélhetünk róla, amit felvetettél ötletet. Megdumáljuk fészen vagy döcön. Főleg úgyis valamikor hazasodor az élet, azt mondtad. Hát ezen még átmegyünk. Nyerges, nem állítunk meg ennyit. Jaj. Bocsánat, srácok, megfulladok. Elvileg van asszisztens a járgányban, hogy nem fogom a kormányt és eldőlök oldalra, akkor kívják a mentőket. Csak billentyűrés vonatkozik? Arra ne számítsunk, hogy hatalmas nagy forgalmat fogunk látni fél egykor Európa útjain. Nem mondom azt, hogy nincsenek elvetemült állatok. Meg főleg a fiatalabb korosztálynak én úgy tudom, hogy most valami őszi szünet van, vagy valami ilyesmi rohangál, nem? Én úgy tudom. Úgyhogy ők most alapban ráérnek. Na, itt az első gebasz, merre kéne mennem?
jobbra. Fasza. Aha, ez egy szimpla jobbos. Gyerekek, ilyet nem csinálunk az utakon. Megviccel a játék, mert ezt még minden nem voltak képesek kijavítani, hogyha összeér két útszakasz, akkor így összevonja őket. És kicsit benéztem ezt a 12 sávból álló autópályás szörnyeteget, ami itt van. De már célon vagyok. Igen, ott be is jelöltem magamnak, megyünk föl a 4-esre talán, ha jól látom. Relix, te vagy arra fele, mi van Nürben fölött? 3-as, 4-es? Nem látom innen. Túl nagy a izé. Vagy túl kicsi a térkép. Igaz is kérlek útba minket, kedves hazádba. Na-na, mi az, hogy psz? Fejből, bakker, fejből. Még azt is, hogy melyik felhajtóról kell kanyarodni. Nem, nem. Pff. Semmi ilyesmi. Üldöznek minket. Valami sebes vonat érkezik, mert másodpercen múlva meg fog előzni minket. Mi a rája jön mögöttem? Kis autó? Nem, kamion. Az igen, testvérem. Csak hogy értsétek, srácok, én 90-nel megyek. A gyerek úgy ment el mellettem, mintha nem is tudom, mivel ment volna. Sietős. Amúgy beszélgetünk erről, meg hát ez az a játék egyébként, amikor van idő beszélgetni mindenről, úgyhogy ha egyszer jó sokan leszünk, akkor jó sok mindenről tudunk legalább dumálgatni. Sokat változott ez az Európa 2 szerver is. Most nem tudom, mennyire csapongja ki fel az a baj, mert nem tudom, hogy a nézőim száma mennyire van tisztában az RTS-sel. Maradjunk annyiban, hogy nekem van benne egy vállalhatatlan számú óra mennyiség, úgyhogy tudok róla egy-két dolgot. Balra kéne mennem. Azt ki kéne terelnem magamnak erre. Aha, gáz lesz, kacok. Onnan nem tudok befordulni ebbe az irányba. Baszki. Nincs sávom arra fele. Nem mondod. Ott van egy benzinkút. Elmegyünk a benzinkútig, és remélem, hogy nyitott benzinkút, meg tudok fordulni. Ebből a sávból itt a lehajtóm. Ezen kéne lemennem itt baloldalt. Hát ez szívás. Nem tudnak egy rendes autópályát építeni. Hihetetlen. Aha, mutatja is, hogy csalingázzak vissza. Hol akar ez engem megfordítani? Jézus Mária. Itt? Figyeljétek, mert a GPS is itt... De nem, hát itt nincs törés rajta, ember. De van. Senki nem látja, nincs itt senki. Ennyi. Még a benzinkút is se kell elmennünk. Megoldottuk a problémát. Úgyhogy ne ijesszen meg senkit az a 3200 km, nincs az 3200. Ha valós 3200 km-t mennénk, akkor körülbelül nem is kéne lefeküdnöm aludni, mehetnék egybe dolgozni. Az ugye egy fincsi hajnali 4 lenne, mire befejeznénk. Az úgy nice, az úgy nice lenne. Na, Ausfahrt irányába megyünk, ahogy haverokkal mindig mondtuk. Mindenhol Ausfahrt van egyébként, ez egy nagyon nagy város. Befedi egész Németországot. Amúgy kijáratot jelent. Micsoda? Nem láttátta még engem kamionba, Relix? Sima le lehet tolni egyébként. Csak mondom, akkor reggel érdekes formában lennék. Nem lenne az a kávé mennyiség, ami felébresztene. Egészségetekre, srácok!
Na. Hatos? Hatos az, nem? Nem tudok közelebb hajolni, mert lefejelem a mikrofont. Az egy hatosnak tűnik nekem, Relix. Ez egy hatos számú autópálya. Azonnal legyél kedves fellapozni a Google-t, megnézni, mi van Nürburgring mellett. Ez fontos. Hú, emlékszem, régen játszottunk ilyeneket, hogy Total GPS nélkül mentünk. Az izgalmas. Az eleje az izgalmas volt, amikor így elindulsz német irányába, de már érinted osztrákot meg franciát is, mert úgy beszéltük meg, hogyha egyszer rossz helyen fordulsz le, akkor bizony végigmész, nem tudsz megfordulni. Hú, ne tudjátok meg, hol jártunk mi már. Miért van megint két sáv? Megint mit akar? Ja, semmi, csak vissza akar forgatni, mert bennmaradt a jelölő. Azt majd egy benzinkútnál megállunk, kiszedjük vagy valami. Úgyhogy robogunk, srácok. Gondolkoztam rajta tényleg, hogy most már berakok valami zenefélét, meg ilyesmit. Csak őszinte leszek, az totál touchra vágja akkor a streamet. Mert visszanézni se lesz majd jó. Hiába beszélek alá, mondjuk úgy egyfolytában, akkor is le fogja vágni a streamet. Szerintem, mert nem tudok megállás nélkül 3 órán át beszélgetni. Beszéljen az, aki tud. és biztos, hogy beleszakítana. Hát a YouTube-ról nem is beszélünk, az így. A... VOD felvételnek a borítójára kiírhatnák egy hatalmas nagy feliratot, hogy Content ID. És kb. Erről szólna az egész, hogy belene némítva a 3 órás videó, vagy 2 órás. Na, ott mit jelöltem magamnak 5-ös úton? Egyenesen, igen, és utána... Aha, ott fordulunk le. Jó. A üzemanyag elég jól bírja, úgyhogy majd valahol megállunk, ahol van egy fizetős kapu vagy valami, és akkor kiveszem ezeket a jelölőpontokat, és akkor már is egy ilyen 1700 km környékén leszünk. Illetve fönt még szlovák vagy lengyel részen, nem, mi volt az? Szlovák, cseheknél, franc tudja. Ott is van egy ilyen átkötő szakasz, amit ő duplán néz, úgyhogy majd... az tuti az lenne körülbelül. Az, hogy nyugtatom magamat azzal, hogy most a kamerához nem nyúltam, ezért nem kapcsoltam ki. Tehát ez izgalmas volt, amikor a múltkor a drága látós náthám miatt kikapcsoltam a kamerát. Elnézést. Ez nem nátha, ez most álmosság. Kikapcsoltam a kamerát, és azzal a lendülettel elfejtettem visszakapcsolni. Ami csak féli... Milyen gyors hajtás? Hülye vagy te? Hát még egy mókus sincs az út mellett, bam meg. Milyen gyors hajtás. Oda nem menjek már. Gyors hajtás, hülye vagy te. Kinyomtam véletlenül a numerikus padot, és nekem meg ott vannak a gyors gombok. És hát minden reagál, csak kamerám nem, úgyhogy tök jó kis beszélgetés kenyerkedett belőle. Én meg ha tudtam volna, hátradőltem volna, mert nem volt kamera. Túl sokat nem tudok hátradőlni, mert beletekerednénk a zöld háttérbe. Ott fordulunk le, skacok. Ottan. Szerintem elég lesz ez a fuvar mára. Ti nektek is még, aki melózik meg minden, és esetleg megtisztel azzal tényleg, hogy nézi a streamemet, az úgyis esetleg megy még holnap dolgozni. Úgyhogy... úgyhogy ez is nagyjából lesz egy jó 1:30, mire odaérünk. Tök fölösleges fölvenni még egy fuvart. Bocs barátom, fönnmaradt a lefi, ne haragudj, te se haragudj, úgy van. Úgyhogy majd csapatjuk holnap, meg holnap után. Ezt a Dead by Daylight-ot kéne valahogy megszülni, mert ez így nem a legtutibb dolog, hogy... Ajaj, elmozdítottam az egeret. Na. Ez nem a legtutibb dolog, hogy 8 darab ilyen kis szart sikerült összeszednem, itt már nem kell reflektor, és
És 30-at kéne. Az úgy másfél nap alatt összeszedni úgy 22-t, hogy 8 darabot szedtem össze 10 nap alatt. Hát... nem mondom, hogy lehetetlen. Kihívás van benne, azt én aláírom. Lehet, hogy gyilkossal kéne bemenni, mert ő kap arra, hogyha felkampóz valakit. Csak lehet, hogy ő meg gyilkosként nem kap annyit, mint mikor én rácuppanok a növénykére. Ne tessék félreérteni. Azt a mindenit. Megtámadott valami. Ami B52-es. Na, itt viszont... itt viszont jobbra megyünk. Mert ez egy sima autópályára fölhajtó. Refi megint csak nem kell, mert szépen ki van világítva. Így van, most vagyunk jó irányba. És innen meg már egyenesen mehetünk korra, mert a GPS mutatja. Patent! Nagyon jó. Szuper skacok. Aki esetleg frissen esett be, azt nagy-nagy szeretettel üdvözlöm. Brian vagyok, és éppen egy LTS2-es eventet csinálunk, ami egyelőre még elég jól kitart, mert 50 millió tonnát kell az össznépnek, tehát az LTS2-es játékos közösségnek összeszednie. Hát, és megmondom őszintén, most nem néztem. Megállunk egy pihenőben, megnézem majd. Mert ha most elkezdek megint vacakolni a képernyővel, akkor elkezd villogni nektek. És arra a kis időre majd nyomok egy bejelentkező képet, és akkor megnézem, hol tartanak. Kíváncsi vagyok én is. Ezt úgy képzeljétek el, hogy az a lényeg, hogy 10 fuvart le kell vinni, és ugye a 10 fuvarnak a tonna számát adja össze. És már most valami 12 millió tonnát levitte a játékos közösség. Azért ez is mutatja, hogy van ebben a játékban potenciál, baromi sokan játszanak vele. Hát gondoljatok bele, hogy ez, én most viszek egy 15 tonnát. Ha minden fuvarom 15 tonna, akkor is csak 150 tonnát viszek. És 50 millió tonnát követel a követel a csapat, hogy annyit csináljanak meg. És hány kamionnak kell levinnie, hány fuvart, hogy ez meglegyen? Bődületes szám. Nagyon kemény. Don't Start Together, mond. Streameket nézegettem belőle, őszinte leszek, engem az a játék nem fogott meg. Ami ilyen túlélős meg ilyenek, én szívesebben játszottam mindig egy Rustot. És egy idő óta, amikor már, tehát nem, régebben normál szerókon voltam, aztán utána felcsatlakoztam olyanokra, ami kicsit chillesebb volt, ami annyit jelent, hogy nem lehet benne megdögleni mások által, mert elegem lett abból, hogy fölépítettem a házikómat csúcs szuperre, és 2 perc alatt szétrombolt egy olyan gyerek, akinek nincs élete, és 1300 órát tölt el egy nap a játékba. Csak utána meg megváltoztatták a receptezést, meg mindent a Rustban is, és annyira könnyű volt modern cuccokat csinálni, hogy elvesztette a túlélő képességét. Szeretem az ilyen túlélős ilyesmi játékokat, csak most jelenleg nincs, ami annyira tényleg ilyenben jó lenne. Bár mondjuk ez nem igaz, csak nem ilyen kameranézettel ilyesmivel van. Az a... VR Billions. Nem mostani játék, az már egy ideje kim van Steamen, és már akkor nagyon megtetszett, és valószínűleg fogunk is csinálni belőle streamet. Csak komolyan annyi a cím, amit én is szeretnék játszani, kettő szeretnék megosztani veletek, hogy akár közösen játsszuk, hogy egyszerűen jelenleg fölöslegesnek érzem behúzni, mert ha megtetszik a játék, akkor meg megint egy cím, amivel játszani, csak nincs mikor. Most jelenállás szerint fejben is annyi cím van, hogy megszámolni sem tudom. Úgyhogy, hát nem felejtődnek ezek a játékok, a játék szerintem örök. Egy 10 éves játékkal is ugyanolyan jót lehet ma is játszani, mint egy hónappal ezelőtt ti játékkal. Ez ugyanolyan, mint a film szerintem, hogy ugyanúgy leül az ember nézni egy jó filmet, ami legyen mondjuk 1987-es, vagy mint egy most 2018-as, 2017-es film.
visszakanyarodva, ha már a filmeknél vagyunk, aki amíg várta, hogy kezdődjön a stream, és nem tudta rávágni rögtön, hogy minek a filmzenéjét hallotta, ha fiatal vagy, spúri anyujékhoz, bár ne 3-4 egykor mellett nem fognak örülni neki, inkább majd reggel, ha meg korban benne vagy, hogy miről kéne lennie, akkor nyomás és megszerezni a filmet és megnézni, mert ez a film egy királyság. Amúgy az is megint Dübe jövünkről van szó. Tehát azért mondom, hogy remélem, hogy nem mondtam új dolgot vele, vagy nem hallottatok új dolgot vele. Ezt csak azért mondom el, mert imádom Bud Spencer és Terence Hill filmét. Ezen nőttem fel. Na. Kettő kamionhoz illő volt, mert abban is megy a kamionozás egyfolytába. Hát jó, hogy kis túlzás, de értitek. Aki látta, tudja, miről van szó. Hop, 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 hop. Utálom a sötétet, mert nem érzem annyira, meg nem láttam, hogy mikor borul meg egy kicsit a pót, és nem tudom, mikor fékezzek bele. Érezni is érzem a kamionon, csak nem ugyanaz, mint egyszer-kétszer rálátni, hogy mi újság vele. Na, jövünk lefelé ezen a csodálatos szakaszon. És akkor valahol ki kell venni majd a jelölőt. Kincs, ami nincs a best. Hát... poénokba... hát lehet, bár... húha... jó, belemásztunk. A bűnvadászok is marha jó. A Nincs 2-4 nélkül is. Az a baj, hogy Bud Spencer, Terence Hill filmeket, az igazi kultfilmeket, mert ők azért csináltak rengeteg olyan filmet, ami ilyen különálló is volt, meg ilyen kezdetleges. Azok nagyon jók, tehát azokból olyan besteket lehet csinálni, hogy hihetetlen. Egyébként különálló filmjük, Spencernek szerintem tök jó a Zsoldos katona. Nagyon kevesen ismerik szerintem, az egy nagyon jó film. Terence-nek meg... hát a Don Camillo, a film, nem a sorozat, azt annyira nem tudom, az szerintem nem, inkább a film. Az tök jó. Bár mondjuk azt idősebb korában csinálta. Bocsi, srácok, iszok egy kortyot, mert valami nagyon gázon a torkommal. Ismét egészségetekre. Hát, Terence-nek. Talán a nevem senki. Igen. Esküdöm, néztem oda, csak ittam, és azért nem tudtam mondani. Igen, a nevem senki, én is azt akartam. Egy töröm a fejemet, hogy vajon mi van neki, de... Terence-nek volt még egy ilyen... az a tipikus ilyen olasz, ilyen... hát tudom, hogy az francia muskétások, de ilyen hasonló ilyen kardozós filmje, amikor ilyen nagyon nagy, ilyen nagy szép fiút játszott benne, ilyen banditaszerűt. Hú, azt meg nem mondom, halljátok, melyik az a film, de az még egész korrekt volt. Terence-nek mi volt különálló filmje? Ha volt ilyen... hú, várjatok. Hát nem is tudom megmondani. Az tény, hogy... ugye azt hiszem a legutolsó, amiben együtt játszottak, az a Bunyó karácsonyig. Abban lehetett is látni, hogy már mind a kettő jóval idősebb, meg minden. De az is tök jó film volt szerintem. Annyi, hogy ott már érződött, tehát ott már nem volt az a kimondott kemény harcok, meg minden, tehát ott már azért ilyen nagy, tök lájtosra vették a dolgot. De akkor is marha nagy poénok voltak abban a filmben, és tökre bírtam. Hát, örök klasszikusok. És pedig hányan nem szeretik őket? Nem tudom, hogy lehet ilyet, de... hát nem egy generáció vagyunk maximum úgy. Na, lejövünk a csodálatos hegyi szakaszon. Hol a fenébe vagyunk? Linz mellett, és akkor térjünk rá az A1-esre.
Az meg már a Bécsi út lesz, ha jól tudom. Nem vagyok egy nagy térképzseni, de azt hiszem az A1-es az már Bécsnek fog vezetni, és akkor az A1-es fog átcsatlakozni a 7-esre már itt Magyarországon. Azt meg nem mondom, hogy az a... Jaj, gyorsan akartam mondani, mondjátok már a határátkelőt. Hegyeshalomnál vált át 7-esre, vagy Győr környékén. Annyira nem vagyok, mondom, a térképzseni. De az, én szerintem az az A1-es meg a 7-es, ez így megy együtt a kettő. Mindjárt kiderítjük, mert arra megyünk. És akkor jó lenne kiderítenem, vagy valahogy felírni magamnak majd, ezt nem kéne elfelejtenem, hogy... Átvált? Nem vált át, csak vak vagyok. Hogy vittem egy fuvart franciából németbe, németből franciába, meg még egyet potyára, most meg ugye eljöttünk szlovákba. Tehát szlovákból németbe vihetek még vissza egy fuvart, de hát azt meg már csak nyilván holnap. Tudurum. Á, mondom, sok emberre nem fogunk már ilyenkor későn találkozni. Sokkal nyugodtabb az egész. Menjünk balra. Tessék, kellett megszólalnom. Jön Kekse. És ha ügyes vagyok, hát ugye én nem, mert én tövig nyomom a gombot, akkor... Hát, halljátok, ezt utol nem érem. Hát ez nem 90-nel megy, az biztos. Ezt tuti. Hehe. Oda van szögelve, ott tessék látni, mindjárt mutatom. Ott tessék látni középen, cruise control. Megy, megy neki. Köszönöm szépen ismét a lúcot. Srácok, ha van kedvetek, tudjátok ingyen támogatni a csatornát, vagy bekéritek a felkiáltójel lúc parancsot a chatbe, és küld nektek egy linket, vagy pedig ellátogattok a www.lutz.com/BrianGamingWorld oldalra, és tudtok nekem üzenetet küldeni, legyen az akár egy hello, vagy egy cső, ezzel tudjátok támogatni a csatornát ingyen és bérmentve. Mellette pedig, ha még nem vagytok követő a csatornának és szimpi, amit láttok, akkor kérlek a streamnek, a stream csatornája, tehát a képernyője felett jobb oldalt egy kis szívecskét kattintsatok, ezáltal bekövetitek a csatornát, értesítést kaptok arról, hogy mikor lesz a következő stream, ilyesmi, és nem mellékesen egy elég nagyot dobtok előre nekem a csatorna életében, mert ha elérjük az 50-es számot, akkor, és persze teljesül mellett a többi feltétel, de nyilván ez a legfontosabb, akkor egy érdekelt státuszba átkerül a csatorna, ami már megint egy fokozattal előrébb viszi, egy mérföldkövet megint elérhet a csatorna, és az számomra egy hatalmas pozitív lökést jelentene. Igyekszem is játékokkal viszonozni ezt a kedvességet tőletek. Amint ez aktuális lesz, küldöm az infókat. Bocsi kolléga, eldumáltam a refit. Ne haragudj, tudom, tudom, dumálja, igaz. Dobját egy vaskulcsot ide a szélvédőre, igazad van. Mondom a részleteket, de tök egyszerű lesz a dolog. Legyél követő, legyél egy egyszerű néző, aki 5 perc esett be. Ugyanazt a lehetőséget megadom mindenkinek majd a sorsolásra. Játékokat még egyszer annyira nem mondom el. Aktuális lesz, akkor úgyis beszélünk elég sokat erről. És nyilván jó szórakozást mindenkinek a streamhez. Ez egy picikét ilyen chillesebb. Sok érdekesség egy kabinos játékban nyilván nem fog történni. Nem támadnak minket alienek, nem zuhan le más bolygóról semmi. Ez egy kis pure chill. Megint érdekesen már, ha merek ennek egyenesen. Legyünk egyenesen.
Aki szereti az ilyen jellegű játékokat, az általában megtalálja, amit keres. Ilyenre leginkább egy Train Simulator tudok hasonlítani, ami azért valljuk be őszintén túlzottan sok irányba nem lehet terelni a vonatot a sinen kívül. Na, mi van ott lent? Jambori, merre jönnek a srácok? Olyan, mintha egy helybe állna. Itt van le jobb oldalt, hol vannak? Aha, pót nélkül ott áll. Ha jól láttam, akkor egy... dupla... késő van már. Dupla tengelyessel, hátsó dupla tengelyessel. El lehet menni ebben a játékban is dupla tengelyesre, csak szerintem nincs értelme. Ezek a kamionok csúnyák szerintem dupla hátsó tengellyel. Élőben lehet, hogy nem, de játékban szerintem csúnya. Volt időszak, hogy én is játszottam vele, de már csak ilyen, tudjátok, ilyen próbaképpen, unalomüzésképpen. Megérkezünk Bécsbe. Lökünk neki egy 50-est, mert nem vagyunk szemetek, városban nem hajtunk annyira. Azzal is fogok menni, mert nekem is nagy kedvencem. Abban egy 750-es motor a legnagyobb, azt tudom. Itt meg azt hiszem ez a 630-as, ami most benn van. Úgyhogy mindenféle... egy kis motorfék. Hát a lámpa. Hoppá! És igen. Úgyhogy amint ezt a járgányt fúra pakoltuk, már pattanunk is át a Volvo-ba. Aztán szép lassan volt az összes többibe, de én is nagyon szeretem, azt elmondhatjuk. Na, itt lefordulunk Bécs aljafere. Milyen lassan ott tűnik az 50-es tempó. Ó, egy piros lámpa. Tudtam, most fog átváltani. Egy 3 mm-rel. Na, 3 szekkel kellett volna később ide érnem, és akkor pont gurulásba kapom a járgányt. Ajaj. Na, ott már megint cifrázik nekem a térkép. Itt félreállunk, srácok, és megcsináljuk. Au! A felni! Au! Au! Na, kivesz, újújújúj, mi minden maradt itt benn. Ezt kinyessük innen, ezt kinyessük innen, ezt kinyessük innen. Ezt is. Azt is. Hát a többi meg jó. Ja, hogy kimegyek az M0-as körgyűrűre. Ó, azt ne úgy akkor, menjünk be így Pesten keresztül, és akkor legalább bejelöljük a várost. Jó, királyság, csapassuk. Ó. Hátulja? Lejött, jó. A Volvo mondjuk nekem kimondottan azért tetszik, ennek is szép egyébként a kormánya meg van csinálva, ugye ez az új S-szériás kamion, amit a játékba beraktak legutóbb. És eddig nekem a kedvencem az a Volvónak volt ugye a belső kormánya, mert ez egy ilyen nagyon szép ilyen feketés-fehéres bőrborítást imitált, és marha jól tudott kinézni. Főleg, mondjuk nézzétek meg, tehát mikor a lámpa megvilágít, ez is tök jó néz ki. Meg van csinálva erre a sportkormányra, ugye, hogy vastagabb azon a részen, hogy kidudorodik, ahol ugye hivatalosan fogod. Hop.
Majdnem elloptuk a főútvonalat. Na, ne indexeljenek nekem. Mondom, majdnem elloptuk a főútvonalat jelző táblát. Hát végül is leraktuk volna a végén valahol. Mi baj az? Ott egy lakókocsi is, láttátok? Remélem elcsíptétek, bal oldalt itt mentem mellettem. Ez az, amit mondtam korábban, hogy kicsit már értelmesebb a... Ja, szóljatok már baszki, hogy ma le kéne vennem az 50-es korlátozást a járgányról. És akkor lehet, hogy mennénk is fölfele normálisan. Hogy az értelmesebbik, aki mégis azt választja, hogy autóval megy, az képes már maga mögé rakni egy... Csövi! Az képes maga mögé rakni már egy... Ujj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 
Picit biztosra vetted azt a félreállást, kicsit túlzottan átkerültél a kerítés túloldalára. Kukoricáért mentél, vagy... Őzikéért. Mi lesz a vacsora? Vagy mit kettő? Jönnek utánam? Ja nem, az a csávó, lehet, hogy jön utánam. Ja nem. Az az, aki ott állt a szélén. Megviccelt egy picit, azt hittem, hogy az jön utánam. Nem kell lámpa. Nos, kacog. Begorultunk. Alarágú vagyok most, várjatok már. Ja, Bratislavába. Ja. Nem szorul neki 50-et, 30-at, főleg nem, hülye vagy te, jó, de állok meg, mit oljam? Azt mondja 30. Még bab meg, kerekenként? Azt mondja 30. Ez beteg. Vagy mi, mérföldben van? Azt mondja 30. Normális. Lassan kezd elfogyni a nafta, mindjárt nézzünk egyet, hogy hogy áll a Verda. 600 km elegendő, az viszont csalóka, mert ugye elég gyorsan fogy, bár mondjuk a liter számnál pontosabbat mutat. Hát mindegy, elvileg 100 liternél, illetve 100 km-re való liter számnál ugyanúgy, mint a valóság jelez. Hát illetve az se 100-nál jelez. Hát majdnem 100-nál maradjunk annyiban. Dereng nekem valami, hogy akkor régen a családi Skodával is mentem, az is körülbelül egy ilyen 40-55, még simán lehetett vele menni. Tudom, hogy nem 100, de attól, hogy mennyire nyomta neki az ember. Nyilván ez egy kamion, mert valószínűleg a biztonsági figyelmeztetés is nem 30 km-re van, nem 100-ra vagy 200-ra majdnem. Hát azok vannak, azok tény. Most végig lehetne járni a játékot, hogy valóságban is úgymond tényleg így van-e, vagy hogy mennyire kresszabályos. Kiindulva abba, hogy a való életben is mennyi idiótaság van felrajzolva, amit be kéne tartani. Már gondolok itt a sebességkorlátozásos dolgokra bizonyos helyeken. Szerintem totál valóságos lehet, hogy ennyire egy elborult idióta megoldások vannak. És hát ugye nyilván ilyen 10 méteres szakaszokra, tehát konkrétan mire lelassítanék 30-szal, addigra kiírna, hogy gyorsítsak vissza 50-re vagy 80-ra. Tehát ez kicsit nonsens. Elvileg működünk szuperül. Sziasztok, szevasztok srácok, hölgyek, urak, aki esetleg most toppan be. Már csak 378 km van vissza a fuvarból. Ezt most nem eresztettem bőlére, mert hát egyrészt ide kaptam fuvart, kettő, őszinte leszek, hogy picikét azért sikerülne többet aludni, én sem morcolok, vagy lennék morci miatta. És akkor remélhetőleg lesz bennem annyi craft holnap estére, hogy egy picit
Hát, ugye a korábbi kezdés az nem fog összejönni, mert eszembe mindig elfejtem a mozit egyébként. Rohadtul várom ezt a filmet, csak mindig elfejtem, mikorra beszéltük meg. Mondjuk... Ja, jó. Nem szóltam. Úgyhogy azt nem mondom, hogy korábban tudunk holnap kezdeni. Hát annyit tudok mondani, lesz valami holnap. Csütörtökön meg... Hát, csütörtökön napközben nem vagyok. Hát este lehet viszont, hogy leszek. Szóval megbeszéljük. Megbeszélem magammal leginkább, jelenállás szerint. A péntek az tudko. Van egy szabad napom péntekre, ott csapatjuk neki ezzelrel. Valószínűleg... Csövi-csövi. Valószínűleg betámadjuk a Tomb Raider folytatásunkat. Meg... Frostpunkozunk, vagy ilyesmi. A full hétvégét megnyertem meló műszakra, úgyhogy a hétvége sajnos megint leves. Azt két hete nem tudok egy normális stream hétvégét összehozni, de hát ez van. Persze, büntes meg. Mire? Mi történt? Megijedte győz? Mi az Isten történt? Mire büntetsz meg, barátom? 50-nel? Miért? Egy autópályára hittem az egészet. Csövi. Azt mondja 50. Beteg. Fú, basszus, megint de meleg lett. Ez az időjárás is hülye egyébként, srácok. Milyen idő van németben, Relix, hogyha itt vagy még? Játsszál már nekünk, létszi meteorológust. Kíváncsi lennék, hogy ott kinn is most milyen idő van. Örül, hogy nem 500. Nem, örül, nem 500. Ja, mi? Kilométer, mire gondolsz? Mi volt az 500? Bocs, már kavarog a fejem jobbra, mi volt 500? Milyen 500? Kicsit hideg. Hát, mi meg megdöglöttünk ma is körülbelül. Reggel úgy nézett ki, hogy szarrázik az ember, délután meg meghaltunk kb. Ja, büntetésre? Ja, értelek. Ami ugyan már kifizetjük, van 238 ezer eurónk. Régi akkor meg volt valami 300 millió euró. Nem tudom hova rakni a pénzt. Olyan, úgy kéne a játékot megcsinálni, hogy valós kilométer alapján mennéd, tehát ami a játékban egy kilométer az élőben is annyi lenne, mármint hogy úgy szimulálnál le. És ténylegesen, hogyha leviszel egy rendes 2000 kilométeres fuvart a gép előtt, megkapod érte a pénzt. Én mit tudom én PayPal-on keresztül, hogy pattanna, érted, a money. Hogy egyéni vállalkozó, virtuális egyéni vállalkozás, bum, pattan a money. Hallod? Minden második ember a gép előtt ülne és egész nap játszana. Érkezik Lautiland. Most ő vagy velünk szembe fog jönni a pályán, ami valószínűbb, igen, mi is lőjük a lefit. Csöcső. Hát, ő már alszik, ő nem köszön. Úgy döntött, nem köszön. Jaj, bocsánat. Jaj, jaj, jaj. Hát, mondom, ez egy kicsit ilyen lightosabb, sőt, extrém lightosabb, chillesebb az összes többi RTS között, mert ráadásul tényleg extrém késő is van leginkább, meg úgy látom, hogy a fiatalok azik, hát legalábbis gondolom, hogy a fiatalok azok, akik inkább tolják ilyenkor még. De hát, mivel volt kedve nekem is játszani, ahogy jó pár ember szokott fogalmazni ez ügyben, egyrészt van időm vele játszani, szóval van időm streamelni is, meg hogy a másik oldalról is legyek. Ha már egyszer játszok,
tök szívesen mutogatom nektek. Úgyhogy... stream. Hűha. Az rövid és tömör lesz, hallod, mert... őszinte leszek, amiket kirogatott mostanában a Discord. Sorry, srácok. A játék ugye a single playerhez képest, nem képes a fáradtság szimulációt beadni, mert ugye más-más időintervallumban aludnának a sofőrök. Én ezt tudom prezentálni élőben, ha gondoljátok. Úgyhogy... megfelelő időközönként én is be tudok ásítani, úgy mint single-be a sofőr, ha gondoljátok. Visszatérve a Discord frissítéseire... Steam-szerű megoldás érdekelne. Hűha! Őszinte leszek, mondom, én szerintem a legutóbbi három frissítést azt így... köszönöm szépen, hogy frissült a Discord. Ennyi körülbelül, amit olvastam vele kapcsolatban. Ha lősz valami infót, ezt a maradék 190 km-re nagyon szívesen kivesézem veled, csak mondj róla valamit, mert tényleg nem vágom, miről van most szó, hogy mit akar újítani még ennél jobban a Discord. Hogy parancsikonszerűen el tudod indítani Discordon belül a játékokat? Skacok, welcome to Budapest. This is Hungarische Hungarian. Már lekapott a refi. Tessék. Isten hozott külföldi sofőr. Nesze van meg ott a büntetés. Lehet befizetni. Ennyi. Már a hazaiakat se úgy várják, mint régen. Hopp, egy piros lámpa. Kapunk még egy büntetést a végén még. Zöld. Zöld. Oda néz, zöld. Hihetetlen. Nagyon piroslik az a lámpa, óvatosan közelítjük meg az áldozatot. Az ennyire nem. Főleg, mert váltott a lámpa! Gyerünk! Nem csalunk, 50-nel megyünk, belefér. Visszalőjük a rádiót, mit szóltok hozzá. Úgy sincs itt senki. Azt mindjárt beleüvölt a két orosz. Biztos megőrülök. Hát ez a lámpa valószínűleg váltani fog, mire odaérek. Oda néz, és nem. Na, zöld. Zöld. No, zöld. 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 Jó, na, ez az. Megértjük egymást. Na jó van, vegyük úgy, hogy hivatalosan kiértünk Budapestről. Nem tötyögünk itt 50-nel. Ez az, büntes még. Büntes meg keményebben. Jaj. Call of Cthulhu és a Frostpunk is megvehető onnan már. Akar csinálni a Discord ilyen keretrendszert? Hát... hogy fogalmazzak? Az Origin, a Ubisoft, a Uplay meg a Steam mellett gratulálok neki, ha sikerül. Gondoljatok be, hogy ott van a GOG, ami ugye a CD Projekt Rednek a saját keretrendszere. Az is gyakorlatilag egy elég szűk réteget fog meg a három nagy mellett. Hát akkor most még egy egy másik. Hát nem tudom.
sok sikert kívánok neki, maradjunk ennyiben, mert magát a Discordot szeretem, meg egy jó dolognak tartom. Bár vannak néha furcsaságai. De hát, csinálják. Na, azt mondom, akkor csinálják. Subnautika van. Pú, srácok, tényleg. Van végi a subnautikázni. Pú, basszus. Kár volt ezt eszembe jutatnod. Azt is de jó lenne játszani. Csak mikor? Na, kifagyunk az üzemanyagból. Hát akkor be kell menni tankolni is, kacok. Hú, barátom. Azt ugye vágod, hogy az egy szemközti oldalas benzinkút. Egyem a szíved. Akarom mondani azt, hogy így tudod, hogy így kellett volna befordulni. Mindegy. Megoldjuk. Csorog a kis nafta, csorog a kis nafta. Megint beleeresztünk egy 1200 eurót, az biztos. Meg lesz az 1200 szerintem. Ah, 1241. Megperdítjük a Verdát és megyünk tovább. Remélem nincsen bója, amit izé, nincs jó. Na, let's go. Utolsó 130 km-es rácok, aztán lerakjuk a járgányt. Valószínűleg szintet is tudunk lépni, mert az előző körömbe egy idióta rám töltött. És hát beszéltem erről a betöltéses dolgokról, hogy van most nem sértöttök meg, akkor ezt így külön nem emelem ki még egyszer. Akit érdekel, a korábbiakban megtalálható ez, leginkább főleg akkor, amikor így állok be helyekre, meg minden, akkor sokat beszélgetek ezekről a dolgokról, hogy működik a játéknak a mechanikája. Lássatok utána, pörgessetek bele, hogyha kényelmesebb úgy. És belezuzzantott 6%-ot a pótomba, úgyhogy pont azt hiányzott a fejlődésemhez, amit a gyerek legombolt rólam. És hát mivel votos fuvar, visszatölteni nem lehetett, úgyhogy benyeltük, ez van. Úgyhogy mindjárt beérünk, lerakjuk a markolókat, elmegyünk, megnézzük, mi fejlesztést kaptunk, mentünk egyet, aztán mi is elmentjük magunkat a holnapi napra. Hát, ami már igazából 1 óra 19 perccel már megvan, de értitek. Plusz nektek is azt javaslom, majd se... Na, egyszer a kettő nem megy. Nektek is ezt javaslom majd. Haladunk, jelleg szépen, haladunk. Köszönöm szépen ismét a lúzt. Köszi szépen. Az a durva, tényleg ez a Subnautica, meg az ilyenekbe, és úristen, mi játékórát bele lehet tölni. Ugye lassan bontakozik ki a játék, nem terhel annyira túl szerintem, hogy egy óra után félreragd, iszonyatos időt bele lehet tölni. Nagyon jó kis játék az is. Hát, maradjunk annyiban, srácok, hogy ha megtalálom az időgépnek a megoldását, akkor közeljövőben játszunk vele, ha nem, akkor egy kicsivel később, mert fú, tényleg rengeteg cím van, amit szeretnék befejezni, és nyilván közösen veletek. Gondoljatok csak bele, hogy a Mafia egyet is ott hagytuk szerencsétlent, ahol van. És abból is ott van még a Mafia 2, ami az én személyes kedvencem, nyilván az egy után. Meg ott van a 3, ami ha már megvan, adjunk neki egy esélyt azzal szemben, ami kritika érte szerencsétlen játékot. Ha, megnézzük, mit tud. Mindig a személyes tapasztalat híve voltam, úgyhogy meglessük majd. Jaj. Elnézést. Tényleg nagyon meleg van, bakker. Hihetetlen.
Bedöglött a légkondi a járgányba. Biztos az lehet. Amúgy tényleg köszönöm szépen, srácok, hogy páran itt vagytok ilyen későn is. Hát nyilván ezt egyértelmű, hogy nem a mainstream időszakban vagyok most jelen. Viszont az előző streamben is szép számmal itt voltunk, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki... Hát nyilván a legfőbb támogatás az, hogy itt vagytok, és... Barátom. Azt még 8 irányba csavard meg azt a szerencsétlen pótot, mint a tangó harmonika úgy hajtogatta. Fú, rengeteg... Na, mi van, barátom? Te így? Most így? Azt mondod, félreállsz? Akkor azt mondom, hogy állj félre. Szóval jó páron itt voltunk tényleg a Dead by Daylight-on, és nagyon szépen köszönöm. És két kedves, friss nézőmnek üzenek innen, remélem, hogy eljut hozzájuk, hogy elnézést egy picit a csetes inaktivitás miatt, csak tényleg annyi mindent csekkoltam közben a másik megjelenítőn, hogy fel sem tűnt, hogy közben nekem itt balról lecsatlakozott a Twitch chat, és egy kicsit elmaradtak a reagálások, de ahogy szoktam mondani, ami késik, nem múlik, úgyhogy várok titeket szeretettel a következőben is, és mondom, remélem, hogy benézedek ezt a kis malört, ami volt a chattel. Ha olyan kérdés volt, stb. Stb. Nyugodtan tegyétek föl. Nyilván érdekel, azt kitárgyaljuk. Hát ez meg pirosra váltott, úgyhogy ezt biztos kitárgyaljuk addig. Nézzük meg egy kicsit a járgányt közelebbről, srácok, most úgy sem volt idő. Festés nem változott, azt is valószínűleg most megváltoztatom majd, hogy itthon leszek csütörtök pénteken, mert már unom. Mert ez egy tök jó festésem is készült rá. Szeretem ezt a kis járgányt. Aranyos. Jól néz ki. Szépen megy. Azt hiszem a MON, illetve, hát jó, hívjuk szebben MAN-nek a váltóját nem tudom megszokni. Az annyira furcsán vált, ugye lehet különböző váltókat rakni a járgányba, de egyszerűen ott nagyon nem találom el a váltó áttéteket, hogy amit úgy értem, hogy nagyon, nagyon rossz ütembe váltja át magát a kamion. Ott tényleg jót tesz, hogyha valaki manuállal játszik. Tapossuk neki. Nyomunk egy balos indexet, mert balra fordulunk, átmegyünk a másik sávba. És befordulunk. Milyen piros lámpán? Zöld volt, nem? Nem zöld volt. Nem volt még zöld. Mi az Isten volt? Nem volt még zöld. Szevasz, barátom. Hát milyen csendben vagy itt? Ja, lopakod üzemmódba itt áll mellettem. Figyeljétek meg. Á, értem. Szia-szia, köszönöm az infót. Hát akkor benéztük, figyelj, most egy büntetés ide vagy oda. Imádok éjszakat alatni, mondtam már. Minden tiszteletem annak a sofőrnek, tényleg ezt mindig elmondom, aki egy ilyen helyre valóságba beáll, úgyhogy egy nyomvat vacak kis fehér lámpája van hátul neki. Az minden tiszteletem tényleg, aki egy ilyen nyerges, sőt tovább megyek, aki egy forgózsámolyost képes beparkolni. Na az szerintem az egy félisten ember. Azt a szart, majd esküszöm egyszer, hogyha veszem magam a bátorságot és felveszek egy olyan pótot, megmutatom nektek.
Hát azt, amit lehet gyűrögetni, azt a forgó zsámolyt, halljátok. Egy egyenes ekkora szakaszon az hihetetlen. Az nagyon kemény. Szevasz, Relix, köszönöm szépen, itt voltál. Úgyis parkolunk mi is. Nem sokára, úgyhogy next time. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Na srácok, nekem lett egy kiváló fuvarunk. Szintet lépünk. Nagyon király. Elmegyünk, lerakjuk a Verdát. És elköszönünk mára. Méghozzá ott lesz jobbra a szervizünk. Megnézzük, mit tudunk gyors pattintani a Veldára, aztán elcsuklunk. Hát ez nem volt egy extrém nagy fuvar, mondtam, hogy ez egy sima kis fuvar lesz. Majd valamikor próbálok úgy ETS-t játszani, amikor kicsit izgalmasabb dolgok történnek, mert azért ezeken a szakaszon is eléggé szép számmal történnek balesetek meg minden. Már remélem, hogy nem velem, csak a látnivaló kicsit jobb, amikor nem ilyen kiholt időszakban játszok a játékkal. Hát mondom, napközben ez a 4000 fős szerver, ez egy szép csutkára szokott lenni általában. Next time, nagyon szívesen. Egy korrekt, normális, közös konvojozásra nagyon szívesen kapható vagyok bármikor. Ez most ilyen kicsit rövidre sikeredett, mert nem volt máshová fuvar. Ugye ezt a World of Trucks-os eventet csinálom, lehet, hogy akkor neked sem mondok újat, hogyha ETS-ezel. És most csak ide volt fuvar, úgyhogy... Next time nagyon szívesen, de most még egyben nem mennék bele, mert reggel meg főkekelni. Tudod, itt fejezzük a virtuális munkát, egy pár óra múlva megkezdjük a másikat. Na nézzük, mit nyert... Ó, menjünk másik irányból, az úgy egyszerű. Nézzük, hogy mit nyertünk. Diane Wallang, remélem jól mondom a nevedet, nagyon szépen köszönöm, hogy bekövetted a csatornát, érezd jól magad, és hát érezd jól magad a következő alkalommal inkább, mert most tényleg kicsit a végére estél be. Ó, megkaptuk az eladást, nagyon jó. Úgyhogy remélem, hogy találsz magadnak kedvedre való tartalmat itt Twitch-en is, mint stream formájában, és ha van kedved, nézz körbe YouTube csatornámon is. Nem mondom, hogy most éppen a legaktuálisabb és a frissebb vágott tartalmakat találod, de folyamatosan érkeznek oda is feltöltések, úgyhogy nézz körbe. És még egyszer köszönöm szépen, srácok, egyetlen egy követésre vagyunk attól, hogy tudjunk sorsolni játékokat. Mint mondtam, nyilván, ha ez meg is történik, akkor majd holnap sorsolunk főműsoridőbe, nem pedig zárás előtt 5 perccel. Alkatrész, srácok, várjatok, Scania-ra. Kaptunk fasz a hátsó főső fényhidat, meg két Ranger cuccot. Akkor motort nem kaptunk, abból lehet, hogy az volt a legmagasabb, úgyhogy... Ugyan én köszönöm szépen, hogy itt vagy. Na nézzük csak. Uha, a Steam raktár ellenőrzés az egy kicsit durva most, amikor Halloween-i esemény van. Csoda, hogy a Steam... Nem omlott össze a stream, srácok, egyszer se. Hoppá! Halloween-i dílesek elmentek aludni. Jó, mondjuk ez mindig ezt szokott lenni, de lesz még egy motor. Mindig, mikor van valami nagy esemény a Steamen, akkor mindig beborítják szerencsét. Nem csak a záruház részét, az egész Steamet be szokták borítani, de hát most ez van. Ez a fényhíd viszont... Tekintve, hogy az alsó része is a cuccnak fölfele megy, hú, ez így elég vadul néz ki, most nagyon takarják ezek a sok szarok srácok, de ezek eltűnnek, ezek elég vadul tud kinézni. És most nem is biztos, hogy ez a legszélesebb, hanem inkább ez. Mert szépen, látjátok, egy ilyen ívbe töri meg a kamiont ott fönn. Na jó, ezt én majd még megálmodom, és majd holnap publikálom nektek az esti gurulás előtt, hogy melyiket választottam. Ez jó, ez tetszik. Más valami?
Itt valami jött, kibufogó? Jó, megkaptuk a hármas magmásod, de hát az már hogy néz ki, bakker? Tehát ez azért már így kicsit, na, nem. Ez még így jól néz ki. Nem veszünk semmit, köszönöm szépen. Nos, kacok. Szokásos rituális beállásom, hogyha már lúd legyen kövérelven, szépen hagyjuk itt a játékot. Na, Isten hozott mindenki, srácok, Szlovákiában megérkeztünk. Elmentettük, három fuvarunk van, és ígértem, hogy zárszónak vagy közben, hogyha tudok, akkor mondok egy infót. Hát lehet, hogy most egy kicsit be fog pislákolni a stream nektek, de az a, mondom, nem tudok mit csinálni, nincs rendes borderless támogatása a játékban. Úgyhogy, á, most nem zakatol, úgy látom. Mondok nektek egy infót, hogy hol tart a játék. Mármint ez az esemény, amit én is csinálok. Kérlek szépen, srácok, nem World of Tanks, World of Trucks. Ugyanaz, csak nagyobba, és nincs rajta löveg. Megmutatni most nem fogom tudni, mert nincs olyan skinem. De most leálltak az emberek egy picikét. 50 millió tonnát kell levinni, tehát hogy értsétek, én most vittem egy 15 tonnás fuvart, 10-et kell vinni, az 150 tonna. Az ETS európai és Cuzamme amerikai mindenes közösségének 50 millió tonnát le kell vinni, elméletben ahhoz, hogy a nyeremény játékot megkapjuk majd, tehát skint természetesen megint meg ilyeneket, 11.726.154 tonnánál tart a közösség jelenleg, úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy azért nem kell annyira sietni itt a dolgokkal, még bőven a felét sem érték el a srácok, úgyhogy van itt még majd miből válogatni, elég szépen. Hát, szerintem a héten, jövő héten ezt én befejezem. Dead by Daylight-os esemény úgyis véget ér. Közben váltok vissza egy skint nektek. Tehát a Dead by Daylight-os rész az úgyis véget fog érni most csütörtökön. És akkor gőzerővel ráfekszünk a többi játékra. Srácok, hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És nagyon szépen köszönöm a sok lootot, amit kaptam, illetve a kötvetést is. És akkor várok mindenkit vissza szeretettel, tényleg, hogyha van valaki, aki esetleg LTS-ezik és szívesen csatlakozna. Ha normális, nem az a cél, hogy egy stream sniping-gal szétcsesszük a streamet meg a játékot, akkor nagyon szívesen várok mindenkit. Túlzottan sok előkészület nyilván nem kell hozzá, streamen látjátok, hogy merre tartok, ráadásul, ha valakinek mindenhol vannak garázsai, mert nagy profillal van, akkor pillanatokat ott lehet teremni abban a területen, ahol vagyok. Ez mindaddig fog így menni, amíg nem érkezik trollkodás ebben a dologban. Onnantól kezdve majd valahogy változtatunk a térképen meg ilyeneken. Addig viszont egész nyugodtan, tehát nagyon szívesen tényleg is, Dajan, gyere legközelebb, várok szeretettel is, akkor ha pont elcsíped a streamet, akkor gyere és akkor guruljunk együtt egyet. Mostanra pedig nagyon szépen köszönöm mindenkinek, srácok, hogy velem tartottatok, jó éjszakát kívánok! Aki melózik még holnap, annak kitartást, fiatalságnak, meg akinek szünet van ilyesmi, annak pedig jó pihenést kívánok. Az a baj, hogy holnap én moziba leszek, úgyhogy valahol ilyen 10, de inkább 11 óra környékén esedékes valamilyen stream. Korábban sajnos nem, mert nem fogok hazaérni, úgyhogy tömeg közlekedek, úgyhogy a csodálatos városi közlekedésre vagyok utalva, és szerintem a film, ahogy véget ér, nem fogok ilyen 10 előtt hazaesni,
szokásos itthoni teendők után szerintem ilyen 11 körül fogok beesni. Hát annyi, hogy mivel csütörtökön már nincs nagyobb teendő, valószínűleg tudom a streamet esetleg egy 2:30-3-ig csapatni. Valaki itt lesz és szeretne játszani, akkor várom szeretettel. Tudom, hogy nem a legélhetőbb időpont lesz holnap se, de majd pénteken normális időben játszunk valamit. Azt nem ígérem, hogy LTS-t, de majd értesítelek titeket. Persze. Köszönöm szépen még egyszer, hogy te is itt voltál. Jó éjszakát kívánok neked is, meg mindenkinek, fiúk, lányok. Brian voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!